Sztrájkot hirdettek Európa leghíresebb múzeumában is. A párizsi Louvre dolgozói eltorlaszolták a bejáratot, és nem hajlandóak beengedni a turistákat. Sokan arra panaszkodnak, hogy a félvilágot átutazták, hogy láthassák a Mona Lisát, de a jegyüket és az utazásukat senki sem téríti meg. Ez a sztrájk is része annak az országos tiltakozási hullámnak, amelyet Emmanuel Macron és a kormány nyugdíjreformja váltott ki. Hagyományos francia néptáncot járnak a párizsi Louvre dolgozói az épület bejáratánál. A személyzet sztrájkot hirdetett, eltorlaszolta a bejáratot és nem enged be senkit. Ezzel fejezik ki szolidaritásukat azokkal a tüntetőkkel, akik harcba szálltak Emmanuel Macron és a kormány nyugdíjreformja ellen. Az új szabályok 62-ről 64-re emelnék a nyugdíjkorhatárt, emiatt hetek óta forradalmi a hangulat a francia utcákon. Országszerte felháborodtak az emberek a kormány és Macron elnök döntésein. Miközben a tiltakozók a nyílt utcán énekeltek és táncoltak, több száz turista várakozott a kordonok mögött. Sokuk már hetekkel korábban megvette a jegyét, mégsem mehetett be. Tudtuk, hogy a Versailles kastély zárva tart, de arról senki sem szólt, hogy a Louvre is. Messziről érkeztünk, kifizettük a jegyet, a nyugdíjtörvényről meg nem mi tehetünk, mondta egy floridai nő. A tiltakozások kezdete óta 12 ezer rendőrt mozgósítottak országszerte, közülük 5 ezeret csak a fővárosban. A francia belügy pedig megígérte, hogy külön akció keretében fogja védeni a főváros nevezetességeit. A turisták éppen ezért nem értették, hogy a Louvre mellől miért nem küldték el a tüntetőket. Ez egyszerűen nevetséges. A világ másik végéről utaztam idáig a gyermekeimmel, erre 20 ember lezárja a bejáratot. A rendőrség miért nem csinál semmit, és mi van azokkal, akik egész életükben erre az útra spóroltak? Tette fel a kérdést egy mexikói férfi. De nem mindenki háborodott fel azon, hogy nem láthatja élőben a Mona Lisát. Néhány turista kifejezetten egyetértett a tiltakozókkal. Ez nem erőszakos tüntetés, drukkolok nekik, mondta egy kaliforniai nő. Mind tudjuk, hogy csak a pénzzel lehet felhívni a kormány figyelmét, fogalmazott a férje. Franciaországnak már több millió eurós kárt okoztak az elmúlt hetekben lezajlott demonstrációk. A rendbontók ugyanis ikonikus épületeket rongáltak, Bordeauxban pedig egyszerűen felgyújtották a városháza kapuját. De autókat, motorokat és utcai kukákat is felgyújtottak. Csak Párizsban 1000-nél is több esetben riasztották a tűzoltókat olyan esetekhez, amiket a tüntetők okozhattak. Az utcai randalírozásokban pedig eddig több mint 400 rendőr sebesült meg.